Gyulováriban viszont fontos épületek előtt egyáltalán nincs kultúrát és biztonságos parkolási lehetőség. Ilyen például a Szép Alkony idősek otthona és gondozóház környéke. Durkó Károly interpellációjával vette kezdetét a Városi Képviselőtestület csütörtöki soros ülése. A képviselő a megfelelő parkolási lehetőséget hiányolta a gyulavári idősek otthona közelében, amire azt a választ kapta, hogy azon a területen, ahol ki lehetne alakítani a parkolókat, a későbbiekben kerékpárutat terveznek, így ez most nincs napirenden. Szalai György a volt Petőfi mozi hasznosítására kérdezett rá, amivel kapcsolatban elhangzott, az a pályázat, amit már több mint egy éve beadtak a hasznosításra, nemhogy még elbírálva sincs, de még az is lehet, hogy visszavonja az irányító hatóság, ezért erre vélhetően helyi szinten kell majd megoldást találni. A kórház környéke, főleg a Semmelweis utcán nagyon sok eldobált csík van, szemét van, és hogy ezt hogy lehetne csökkenteni. Tette fel a kérdést Mittág Mónika, amire azt a választ kapta, hogy itt elsősorban a megelőzésben lehet gondolkodni, mert ahhoz, hogy szankciót lehessen alkalmazni, tetten érésre van szükség, ami azonban nagyon nehéz. Több interpelláció is a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban érkezett. Kis Tamásné a Romániából érkező guberálók miatt vetette fel, hogy a kukák ürítését sűrűbben végezzék el, és szigorítsák ezeknek a személyeknek az ellenőrzését. Hasonló kérdést fogalmazott meg Torma Béla is, aki az Ajtósfalvai szigetnél tapasztalta ugyanezt, sőt, ott egyesek olyan kommunális hulladékot is elhelyeznek, amit nem lenne szabad. Ökrös István azzal felvetéssel élt, hogy mivel a hétvégén viszik a legtöbben ezekre a szelektív szigetekre a hulladékot, szombaton iktassanak be még egy elszállítást, ami javíthatna ezen a problémán. Daróczi László a közüzemi KFT vezetője válaszában kiemelte, hogy összetett problémáról van szó, de az egyik legfontosabb az lenne, hogy mindenki tartsa be az ezzel kapcsolatos szabályokat, vizsgálják meg mobil kamerák kihelyezésének lehetőségét, de a cég is megpróbál javítani a helyzeten. Járatszámokat növelni fogjuk. Guberálást sajnos most akkor exakt módon guberálásban egyszerűen nem tudunk befolyással lenni. Ott fogunk tudni befolyással lenni, ha a lomtalanítás és a házhoz menő szelektív gyűjtés megvalósul, hiszen akkor közterületre nem kerül ki, vagy nagyon rövid ideig kerül ki a hulladék, nem lesz idő arra, hogy ezt hozzányúljanak. Csengeri Lajos egy több éves problémára hívta fel ismét a figyelmet, ami a Szentpálfalvai városrészt érinti, ahol az ott lévő óvoda és a bolt biztonságos megközelítése érdekében egy gyalogátkelőhely kialakítása lenne szükséges. A körzet képviselője Art Norbert ígéretet tett arra, hogy ez még idén meg fog történni. Tájékoztató hangzott el egy olyan ifjúsági kutatásról, mely a gyulai fiatalok fogyasztási, kulturális szokásait elemezte ki, valamint a társas kapcsolataikat vizsgálta. A fő napi rendek tárgyalása során pályázatot írtak ki az Egyesített Óvoda és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetői álláshelyeire, addig a megbízott vezetők látják el a feladatot. 30 millió forintos pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők a Laktanya és a Munkácsi utca egyes szakaszainak útfelújítására. Fél milliárd forint értékben nyújt be pályázatot a város humán szolgáltatások fejlesztésére a kistérség településeivel közösen, melyekkel több területen szeretnének projekteket megvalósítani. Ennek a pályázatok a keretében kívánjuk megépíteni Gyulán a Pető prémiópontot, nyilván az ehhez szükséges szakemberállományt is ebből a pályázatból kívánjuk biztosítani. A szociális intézményünk ugye azt ismert, hogy elég nagy a szolgáltatás fejlesztéssel kapcsolatos egyéb programokat szeretnénk ezen belül megcsinálni, illetve különböző egészségügyi programok és ösztöndíj programokat szeretnénk ebbe nagy vonalakban beletenni. Szó volt még az ülésen Kis György szobrászművész tiszteletére egy emléktábla elhelyezéséről, néhány technikai módosításról és a közterületek elnevezéséről is.